Sziasztok! Már egy ideje nálam van a Kia Enyaqo, körülbelül 2000 kilométert mentem vele, de még olyan tesztet nem csináltam ezzel az autóval, hogy mennyi az a legminimálisabb fogyasztás, amit ki lehet ebből hozni. Most Harsány felé fogok menni Miskolcra. 10,2 kWh volt a legutóbb az átlagfogyasztás, amikor Miskolcról hazajöttem. Úgyhogy ezt most lenullázom, mindent lenullázok. Meg is érkeztem ide Miskolcra a megyei kórházhoz, 30%-os töltöttsége, tehát 9% fogyott az autóból, és egészen jó, 10,1-es fogyasztási értékkel érkeztem meg. Hát már most egy jó néhány percet beszéltem a fiammal is, úgyhogy itt az átlagot most nem nagyon számoljátok, ennél jobb volt az átlagsebesség azért, de majd hazafelé igyekszem úgy menni, hogy ne álljak meg senkivel beszélgetni álló helyzetben, meg ebbe volt azért egy vasúti átkelő is, amikor Mezőkövesden átjöttem. De nagyjából ilyen 60 km/órás volt az átlagsebességem, és nem jöttem lassabban, mint 80 km/óra. Tehát ez alá nem mentem, és hogyha forgalom volt, akkor a forgalommal együtt haladtam, hogy ne tartson fel az autókat, tehát ezek voltak a szabályaim. Az összes többiben pedig igyekeztem ilyen elég tojáshíjon kezelni a gázpedált, de városban például ott egész gyorsan jöttem, tehát még sokszor arra kell figyelnem, hogy nehogy megszeggem itt a szabályokat, és még Trafipax határon belül legyek. Úgyhogy egyelőre ennyi a helyzet, hazafelé megnézzük, hogy tudom-e még ezt überelni. Hát kétlem, hogy ezt már lehet überelni, ezt a 10 kWh-t. Közben haza is érkeztem, 22%-os töltöttséggel értem haza, tehát ha jól emlékszem, akkor 30 pár százalékról indultam, azt hiszem 39%-ról talán, tehát még csak 20%-nyi töltöttség sem fogyott el ez alatt a, hát több mint 100 km alatt. 9,7-es fogyasztást tudtam kihozni az autóból, egy szabály volt, hogy 80 km/h alá nem mehetek, tehát az országúti közlekedésben, természetesen nem a városban, tehát 56,9 km volt 9,7-es fogyasztással. Nézzük meg az egész Miskolci utat, az pedig 114 km, és 9,9-es volt a fogyasztási értékem. És ez az autó nem olyan, mint a Tesla, hogy kevesebbet mond, mint amennyi a valódi fogyasztás, hiszen ott ugye akku, temperálás, meg hűtés, meg minden nyavaja, amit nem számol bele. Ezek az autók bizony beleszámolnak mindent a fogyasztási értékbe. 5% volt, amit az elektronikára fordított, fűtenünk nem kellett, és 95%, amit a mozgásra fordított. Tehát ez mindent mutat, akkugondozást is, minden egyebet, tehát itt nincsenek rejtett fogyasztások, mint mondjuk a Tesláknál. Újra itt ülök egy elektromos autóban, méghozzá a Hyundai Konában. Ugye a Konával fogjuk most összehasonlítani, hogy mit tud a Kia Enyaqo, úgyhogy körülbelül ugyanonnan fogok indulni, ahonnan tegnap az Enyaqoval indultam, ugyanazt az útvonalat fogom bejárni, körülbelül ugyanannyi lesz a távolság is, és bizony azzal is 39%-kal indultam neki az utazásnak. Megérkeztem Miskolcra, pár száz méterre vagyok csak a megyei kórháztól, 30%-os töltöttséggel értem ide, tehát itt is 9% volt, amit szükséges volt ahhoz, hogy ideérjek, és 9,6-os átlagfogyasztásom van, ez nagyon hasonlít a Niro-ra, bár idefelé a Niroval ilyen 9,7 vagy 9,9 körül volt, és hazafelé kevesebbet fogyasztott. Ennek lehet az is az oka, hogy akkor másfelől fújt a szél, ugye azért jó az az oda-vissza út, mert így a szembeszélet is ki lehet pipálni, tehát hogyha idefelé szembeszélre jövök, akkor nyilván hazafelé hátszéllel fogok közlekedni. Úgyhogy 56 km tettem meg, ez is nagyjából stimmel, ugye a Kona az valamivel kevesebbet számol érdekes módon kilométerben is, és alacsonyabb a sebesség is, tehát közel van a valós sebesség értékhez az, amit ő mutat. Na, úgyhogy ennyi a Miskolci, aztán meglátjuk, hogy mennyi lesz a végső, hogyha hazafelé megyek, kevesebbet fogyaszt-e majd. 21%-os töltöttséggel érkeztem haza, és 9,5-ös lett a fogyasztásom, ami azt gondolom nagyon világbajnok. Tehát a Kona is hazafelé az néhány tized kilovattórával kevesebbet fogyasztott. Ez volt a mai teljes autózásom. 69%-ról indultam, tehát ebben az az érdekes, és 282 kilométert tettem meg, és 102 kilométer maradt az autóban. Tehát kevesebb, mint 70%-ról indulva is 382 kilométert tudtam volna megtenni. Tehát amikor neves autós újságírók
arról beszélnek, hogy a villanyautókat ott kell kezelni, ahova valók, tehát ő arra gondol, hogy városban, meg agglomerációban, akkor azt kell, hogy mondjam, nagyot tévednek. Tehát én a mai napon még egyszer mondom, 69%-kal indulva, közel 400 kilométer tudtam volna megtenni a járgánnyal, tehát 500 kilométer fölött is. Rendben van, sokan erre azt mondják, hogy szüttyögés. Na most ez ezek az eredmények úgy jöttek ki, hogy ez az előző eredmény, ez nyilvánvalóan egy nagyon óvatos vezetéssel és tudatos vezetéssel jött ki, ez a 9 és feles fogyasztás, úgy, hogy az volt a szabály, hogy 80 km per óra alá nem mehetek. És ha valakinek ez nagyon szúrná szemét, csak jelzem, hogy Svájcban 80 km per óra az országúton a sebességhatár, és 120 km per óra az autópályán a sebességhatár. És mindenki betartja. Nagyon ritka, hogy nem tartják be. Jó? Tehát még mielőtt nagyon valaki azt mondaná, hogy hú, ne szüttyögjünk. Viszont a teljes napi fogyasztásomban abban 110-zel mentem az autópályán, és 110-zel is jöttem vissza. Nyilvánvalóan, hogyha nagy hatótávokat akarunk egy villanyautóval elérni, akkor érdemes spórolnunk. Viszont ha valaki haladni akar és 130-al szeretne menni villanyautóval, akkor sem kell nagyon félnie, mert 300-350 kilométert akkor is elmennek ezek az autók. Nagyjából egy 19-20 kWh-s fogyasztásra kell számítani, hogyha gyorsan mentek, autópályatempóval mentek. Én ráérek, nem sietek sehová, nekem inkább az a fontos, hogy minél messzebbre eljussak, és jól látszik, hogy ez simán ment. Attól tartottam, hogy nem tudok majd eljutni itt a nap végén a feleségemhez a kórházba Miskolcra, de el tudtam jutni, sőt, még maradt 100 kilométerem. Én havi 5 és 9 ezer kilométer között teszek meg villanyautókkal, kizárólag. Eddig közel 300 ezer kilométert autóztam már a villanyautókkal, és durván olyan 5-6 éve váltottam először, és természetesen mellette még eleinte volt benzines autónk, most már egyáltalán nincs, tehát két villanyautó van, amit most itt teszteltem, a Kona és a Kia e-Niro. A Konában jóval több kilométer van, 175 ezer kilométer, míg a Kiában csak 123 ezer kilométer. Természetesen, mint mindennek, a villanyautózásnak is vannak mellékhatásai, azaz vannak hátulütői. Erről is részletesen fogunk majd beszélni. Ha elektromos autóváltásban gondolkodtok, és szeretnétek hiteles, gyakorlati információkhoz jutni ezzel kapcsolatban, akkor érdemes feliratkoznotok a YouTube csatornámra, és érdemes megkeresni az Életiskolája Facebook oldalát is. Ha oda is feliratkoztok, bejelöltök, akkor ott is megkapjátok a legújabb videókat. Na, ennyi volt ez a rövid kis videó arról, hogy mennyit lehet kihozni az e-Niroból, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép érték. Tehát ha nagyon megerőltettem volna magam, akkor akár 9-9 és félre is le lehetett volna vinni, ami már egy több mint 600 kilométeres hatótávot feltételez. Tehát még így is gondoljatok bele, hogy csak 22%-kal 106 kilométert tudna megtenni az autó. Azt gondolom, hogy világbajnok fogyasztásokat ki lehet hozni ezekből a járgányokból. Hamarosan jelentkezem a többi videóval is, és ha van valami érdekesség, akkor arról is beszámolok, majd köszönöm szépen a figyelmet, legyen szép napotok, sziasztok!